Mézes kalács illata lengte be már délelőtt az Izida épületét, diós mézes gombócok sültek. Meg kell csinálni körbe, karikát csinálni, és vele kellett a diót nyomkodni közepébe. Készítünk mézes gombócokat, annak az a titka, hogy ahogy összegyűrjük, rögtön lehet sütni és enni is persze, és utána majd fogjuk készíteni a hagyományos mézes kalácsot. A foglalkozásokon levendulás illatpárnák és rongybabák készültek, batikolással pedig vidám színes kendők. A fazekas foglalkozáson az első karácsonyfa díszek is elkészültek, melyeket a gyerekek haza is vihetnek, valamint kiállításon is szerepelnek majd. Agyagból még egyszer egy vázát csináltam, első munkám, és lehet, hogy mit csinálok egy... csészét, meg egy hamutálat. Az agyaggal való alkotás segíti a motorikus képességek javítását is. Nagyon is sokat segítenem, így ez természetes anyagból van az agyag. A másik dolog az, hogy a kéznek az összes izmait, mindent azt újra, hogy mondjam, hogy funkcióba tudja állítani. Mivel nagyon sokat kimondottan csak kézzel, a gyúrástól kezdve a formázásig minden kézzel történik. Hagyományápolás és tanulás, a közös alkotás öröme és egymás elfogadása hívta életre ezt a tábort, amelyet idén 5. alkalommal szerveztek meg. Nagyon sok tábort szerveznek itt Vajdaság területén, de valahogy, mikor elmentünk, nem volt sikerélményünk, egy kicsit lassabbak vagyunk, egy kicsikét ugye másképpen több időt igényelünk, és ezért úgy döntöttünk, hogy valamit kellene indítani a mi védenceinknek és a hasonló jellegű szervezetekben lévő fiataloknak. Bács-Fekete-hegyről, Topolyáról, Szabadkáról, Szent Tamásról, valamint a magyarországi Kiskunmajsáról és Isaszegről több mint 100 résztvevőt várnak a táborba. Pénteken délután 3 órakor kiállítás nyílik az elkészült munkákból az Izida termeiben.